Köszöntöm a Zeneshow TV nézőit Krakkóból. Ez az Irány Franciaország második adása. Guzmics Richárd sérülés miatt kihagyta a Piast Gliwice elleni bajnoki mérkőzést, ám ennek egy dolog miatt azért örültek a szurkolók. Amellett, hogy megtudhatják, hogy miért, még az is kiderül, hogy hogyan vezet a magyar válogatott hátvéd, akit elkísértünk egy edzésre a klub edzőközpontjába. A klubnak a vizsgálat nagyon fontos az, hogy a szurkolókkal jó viszont tápolja, mind az ultrákkal, mind a családokkal, mind a gyerekekkel, mind akár a mozgássérültekkel is, azért voltunk itt, és ugye ez nekem is egy nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy itt lehetek a szurkolókkal, és közelebb kerülhetek hozzájuk. Milyen a kapcsolatod velük? Igazából az utcán nem találkozok szurkolókkal, néha, hogyha étteremben megyek, akkor többen megismernek, és odajönnek hozzám, hogyha nyerünk, gratulálnak, hanem akkor ugye további sok sikert kívánnak. Nekik egy olyas meglepetés, hogy tényleg lengyelül kommunikálok velük. De hát nekem ez fontos volt, hogy megtanuljam ezt a nyelvet. Bonyának hívják ezt a területet. Itt ilyen koncertek szoktak lenni, és a háttérben látható a mi stadionunk. Ez egy 30 ezer stadion. Érdekesség az, hogy itt van a Vizsla stadion, és most fogunk elmenni a Krakkovia stadion mellett, tehát ennyire közel van a két stadion, ez is talán egyedülálló Európában, hogy két rivális csapat, és nem is tudom, 500 métert választhatja el, talán kicsivel több egymástól. Szeretem nagyon Krakkót most már, talán ez a második otthonom. Az edzőközpontunk 25 km van Krakkótól. Városban nagyon nagy forgalom szokott lenni, most szerencsére szombat van, tehát nem lesz akkora. Ilyen 30-35 perc szokott lenni az út. De akkor szinte az egész napodat ezt teszi ki, hogy ott vagy. Igen, végül is igen. Az, hogy 3 óra 4 fele érek haza, az tényleg fáradtan hazaesek. Nem akarok már csak egy kicsit lepihenni, egy fél órát, egy órát, és utána van időm egy kicsit magamra is, hogy kikapcsolódjak, akár be szoktam menni a városba, a főtérre, étteremben vacsorázok. Sok lengyel barátod van? Hál' Istennek igen, van már, aki kivel minden nap el tudok lenni. Nem gyűjtöm a barátokat, tehát inkább azokat keresem, akikbe maximálisan meg tudok bízni. Szerencsére Krakóban egy, kettő, hármat. Három barátom már van, és együtt töltjük a napokat. Itt milyen viszonyja volt a válogatott sikerének? Itt? A csapattársak nagyon gratuláltak. Ugye a médiában is nagyon sokat szerepeltem emiatt, a lengyel médiában. Szinte nap mint nap keresett újságíró itt is, és nagyon nagy interjúkat adtam ilyen akár internetes felületre, akár a helyi újság, akár az országos médiának. Tehát elismerik a mi teljesítményünket. És ugye van ez a mondás, hogy lengyel-magyar két jó barát, és nagyon drukkoltak nekünk. Mindenki azt várja, akivel beszélek, szurkolok, hogy még összekerülünk a lengyel válogatottal. Otthoni ünnepet nagyon nem tudtam kihasználni sajnos, és nagyon nem éreztem a saját bőrömön. De amint azt tapasztaltam, hogy a szurkolók írnak internetes oldalakon nekem, és ez jó érzéssel töltött el. Itt meg ugye, amit mondtam, hogy azért hiába más országról van szó, de azért büszkék voltak, mert ez is jó érzés volt.
Ketten összesen 191-szeres válogatottak. Az egyikük 39, a másikuk 32 éves. Bemutatjuk a válogatott két legrutinosabb tagját, Király Gábort és Juhász Rolandot. Mindenkinek ugye megvan a humorérzéke, így a Rolinak is, de hát én azt gondolom, hogy ennyi idősen ilyen külföldi tapasztalattal nagyon sokat tud segíteni ennek a csapatnak, mint ember és mint játékos is. Nagyon sokan figyelnek rá, ugyanúgy tisztelik a Rolit. Én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy idő után elvárás is, de ugye kell a nyitott fül, hiszen a fiataloknak nagyon fontos, hogy befogadók legyenek az intelmekre. Mi vagyunk leghátul, mi játszunk, ugye a leges leghátul, ugye mi előtt a belső védők, és azért nekünk nagyon sokat kell beszélni a pályán. Nekem, mint védőnek nagyon fontos egy olyan kapus, akin érzem azt, hogy magabiztos, sokat beszél, sokat irányít. Itt a edzőtábor során is mondhatjuk, hogy az az ember, akire minden játékos felnéz, tényleg ő az elsőként reggel, amikor felébredünk, ő már kint ül, vagy a kávéját kortyogatja és újságot olvas. És egy kis idő azért kell, hogy megismerjük azt az odát, hogy mikor beszél komolyan és mikor viccesen. Személy szerint nekem az életem legfontosabb éve ez meg sokunk számára. Ugye végre elértünk hosszú után egy olyan célt, amire már régóta vártunk. És azt érzem most mindenkin, hogy mindenki ezt is nyilatkozza és ezt is közli, hogy mindennek ez annak érdekében, hogy ott lenne az Európa-bajnokságon. Az, hogy az Európa-bajnokság kinek mit hoz, én úgy gondolom, hogy a fiataloknak egy lehetőséget, esetleg, hogy megmutassák Európának, hogy mit tudnak, de ez nem azt jelenti, hogy ott utána vége van a karrierjüknek, tehát 23 évesen vagy 21, hanem utána is tovább kell építeni a magyar labdarúgást. Ez egy kifejezetten jó szituáció szerintem, mert több versenyhelyzet alakul ki, és sokkal motiváltabbak lettek a játékosok. Amiatt egyrészt szomorú vagyok, hogy ez kell ahhoz, hogy többek még motiváltabbak legyenek. Tényleg a fiatalok is egyre felnőttebb gondolkodást mutatnak. Gondolok itt, akik itt vannak. Azért jó pár fiatal van most már a keretben, 30 fölött szerintem nagyon kevesen vagyunk, és ez azért mindenképpen egy pozitív, hogy lehet a fiatalokra építeni. A labdarúgásban legfontosabb az, hogy egyéniség legyen valaki, és ez ha fiatalokban megvan, akkor nyugodtan mehetnek előre azon az úton. Legfontosabb az alázat, amivel tisztelem a másikat is, és a munkát is, és emellett ugye segítem a társamat, és példát mutatok neki. Az UEFA Párizsba invitálta az EB-n résztvevő szövetségeket, ahol lehetőség nyílt a csoportmérkőzések helyszíneinek bejárására. Az MLS képviselői a stadion látogatás során a sajtókiszolgálás és a szurkoló kiszolgálásának sajátosságait tanulmányozták. A bordói és a lyoni helyszínről egyaránt elmondható, hogy vadonatúj, a lehető legmodernebb és minden igénynek megfelelő létesítményben lép pályára a magyar válogatott. Ben Stork szövetségi kapitány is részt vett az eseményen, ahol találkozott az EB csoport ellenfelek szakvezetőivel is. Sok új és hasznos információval láttak el minket, edzőket itt az UEFA workshopján. Felkészítettek minket arra, hogy milyen szabályok vonatkoznak ránk a technikai zónán belül, és arra is, hogyan kezeljük a játékvezetőket a mérkőzések alatt. Találkoztattam a csoport ellenfelek szakvezetőivel is, de nem esett szó az egymás elleni mérkőzéseinkről. Ez az esemény inkább a jó kapcsolat kialakításáról szólt, ami sikerült is, kialakult a kölcsönös tisztelet. Ez volt az Irány Franciaország második adása. A következő részben Nikolic Nemanjához látogatunk Varsóba. Tartsanak velünk jövő hét kedden is!